Kedves hallgatóink és nézőink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Párbeszéd az emberért, egyházak szerep a mai társadalomba című műsorunk új vendégeként, akit nagy szeretettel és régi barátsággal köszöntök. Onódi Szabolcs, bonyhádi evangélikus Petőfi Sándor gimnázium volt igazgatóját, vagy nyugalmazott igazgatóját. Na de hát egy testnevelő tanárnál ilyen nincs, hogy nyugalmazott, az örök mozgó. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntelek, és örülök, hogy elfogadtad. Köszönöm szépen. Azért is örülök ennek, hogy elfogadtad, hiszen nem messze Bonyháttól jártam én a 8. Mecseknádason, de az Baranya, ez pedig ugye Tolna megye. És majdnem úgy volt, hogy onnan a nővérem egy évet járt is. A Petőfi Sándor nevét viselő, de akkor úgynevezett állami gimnáziumba Bonyhádon. Na de hát itt most már evangélikusság van. Egy picit azért magadról, mielőtt neki fogunk annak, hogy végül is mi az, amit te megalkottál nem kis idő alatt, és amire nem csak te, hanem mások is, tanítványok is, és a helyiek is büszkék, de saját magad szintén. Hát annyit azért elárulhatok, hogy 44. januárában születtél Dunavecsén, na de ettől persze kezdve már tied a szó. Én 4 gyerekes pedagógus családba születtem bele. Egy olyan speciális helyzetben, ahol oly sok családnál előfordult, hogy apánk fogságba került, és 10 évig orosz fogságban volt. Így aztán szegény édesanyám egyedül, nagyanyám segítségével tanítatott bennünket, illetve nevelgetett bennünket, és szabadszálláson gyerekeskedtem, és onnan bekerültem a Kunszár Miklósi, akkor még nem evangélikus, most a Baksai Sándor református gimnáziumba, akkor Damjan is gimnáziumnak hívták, és ott kollégista lettem. És ez alapvetően meghatározta a későbbi létünket. Gyönyörű életünk volt ebben a kollégiumban, olyannyira, hogy most már 35 év óta a kollégiumi évfolyamtársakkal folyamatosan találkozunk, mindig van egy pincelyen egy kis tanyánk, és ott meghatározott időpontban mindig együtt vagyunk, még a kollégium igazgatója is, a maga 86 éve, Toma János bácsi, ő is velünk szokott lenni, tehát egy életre szóló nagy élmény volt ott eltölteni a 14-18 éves időszakunkat. Ezt követően biológia-kémia szakra jelentkeztem Szegedre az egyetemre, és hát abban az időben 20 pontos rendszerben ilyen büntető pontokat adtak, hogyha értelmiségi szülőgyereke értelmiségi pályára megy, és azt külön nem díjazták, hogy közben nővérem 2 évvel korábban már benn volt az egyetemen. Ott, Szegedén? Igen, Szegeden, biológia-kémia szakra. És akkor jött ez a bűvös üzenet, hogy létszám gondok miatt, pontszám jó, de a létszám gondok miatt nem vesznek föl, és akkor fölkínálták a pécsi tanárképző főiskolát. De most közben én már elmentem dolgozni akkor a nyári időszakban Vasipari KTSZ-hez, és hát apám bölcsessége volt, hogy el kell fogadni, bent kell lenni, aztán majd alakul a helyzetünk. Na most a gimnáziumban atlétizáltam, és a sport nagyon közel állt hozzám. És akkor a biológia-kémia szak így ebben a párosításban nem volt Pécsett, és akkor a tanulmányi osztályra behívtak, hogy lehet biológia földrajzzal, testneveléssel, vagy lehet a biológia a mezőgazdasági, mezőgazdasági ismeretek. Igen, ismeretekkel párosítani. Vagy pedig a kémia, matematika, így sorolták, milyen lehetőség van. Hát bármilyen furcsa, felvételi nélkül, mert testnevelésben nem kellett felvételiznem, a szalai főorvos úrhoz kellett elmennem egy orvosi vizsgálatra, ő megállapította, hogy alkalmas vagyok a testnevelő pályára, és így 66-ban biológia földrajz testnevelés szakkal kerültünk ki pedagógusként, feleségemmel együtt, aki utánam jött. Évfolyamtársad volt? Évfolyamtársam volt, Kunszár Miklósi diákszerelem tulajdonképpen. Aha. Ő is Szegedre jelentkezett, akkor csak ez a biológia földrajz testnevelés szakra. Követett téged. Igen, utánam jött, és akkor így együtt végeztünk 66-ban.
Na, szóval akkor eljutunk 66-ba. Egy kis hasonlóság azért van a mi életünkben. Mi hatan voltunk testvérek, pedagógus házaspár. Ebből lett három pedagógus. És hát Pécs. Pécsi tanárképző főiskola, édesapám ott tanszékvezető volt, rajztanszékvezető volt. És hát nekem is évfolyamtársam lett a feleségem. És most éppen idén az 55. házasság évfordulót fogjuk megünnepelni. Nálad is egy hasonló számok jönnek ki rövidesen. Úgyhogy, na, szóval ennyi. Természetesen Pécs neked is, meg nekem is azért valahol azért. Annak ellenére, hogy mi Ungváról menekültünk és Baranyába kerültünk le, de azért Pécs az, a diákévek azok mindig meghatározó emlékeket is hagynak örökre. 66 után hol kezdted végül is az első úgymond szolgálatodat? Hát ez nagyon érdekes volt, mert abban az időben ugye irányított pályázati lehetőség volt, amit egyszerűen a hétköznapi nyelven kihelyezésnek hívnak. Na most Dunántúlra lehetett csak Pécsről, és elég nagy tantestületnek kell lenni, hogy azonos szakkal két 0 kilométeres kollégát fölvegyenek, és utolsó pillanatban a tamási körzetből jött az osztályvezető asszony, és mondja, hogy Pince helyen a tantestületbe beférnénk mind a ketten. Úgyhogy a térképről néztük meg, nem voltunk mi életünkben Pince helyen, térképről néztük meg. Tulajdonképpen vonzó volt amiatt, mert szabad szállás a Dunaföldvári hídon keresztül könnyen megközelíthető volt, és úgy voltunk vele, hogy Dunántúlon talán még ez van legközelebb a szülői házhoz. És akkor elvállaltuk, hogy Pincehelyre elmegyünk. És hát nagyon érdekes volt későbbiek folyamán, hogy mennyire meghatározta a sorsunkat, hogy amikor augusztus 20-án eskütétel volt a Szekszárdon a megyeházába, apámnak a K55-ös motorával Pincehely felé mentünk haza, hogy megnézni, hogy hol kell jelentkeznünk pár hét múlva az új munkahelyen. És hát apám azt mondta, hogy könnyen megtaláljuk az iskolát, mert Magyarországon mindig a templomhoz közel van. A tornyot azt messziről meg lehet látni, keressük az iskolát, ahol a torony van, és meg is találtuk. Csak hát a szolgálati lakásban már nem az igazgató úr lakott, viszont eligazítottak, hogy ő kint van a hegyben ilyenkor. Most az alföldi gyereknek ez annyira jól tett, hogy a hegyben van az igazgató, hát ebben csodálatos lehet. De és akkor utánuk mentünk, és ilyen délután 3 óra körül lehetett, rendkívül meleg volt, elegánsan felöltöztünk, mint ahogy esküvőz illik. Bekopogtattunk a présházba, és 4 úriember fürdőnadrágban gyönyörűen énekelt, leengedett spaletták mellett. Aztán bemutatkoztunk, kiderült, hogy az egyikőjük volt a házigazda, Schwab György igazgató úr, második volt Aradi István, a vasútállomásnak a főnöke, Kinti Józsi bácsi a helyi orvos, és Arató Lajos bácsi, aki testnevelő minőségében igazgató helyettes volt ott. Valamennyiüknek szőlője volt ott kint, és ilyenkor nyári melegben összejöttek egy kicsit, és ezzel pihentek, ez volt a tulajdonképpen a... És énekelgettek. És gondolom énekelgettek. Volt azért valami itóka is közelükben. Hogyne, persze. Most ez olyan mély benyomást keltett, hogy még abban az évben mi is vettünk ott egy darab szőlőt, aztán nekiálltunk betelepíteni, úgyhogy azóta is megvan ez a szőlő, így kötődünk még mindig Pincehelyhez. De ez nagyon aranyos, hogy ennyire emlékszel azért még a személyekre is, de gondolom előtted van vizuálisan is. Hányan élnek abból még? Ebből a csoportból? Hát, ebből a négyesből? Sajnálattal kell mondanom, hogy már senki. Már senki. Sőt, abban a hegyben vagyunk vagy 12-14 gazda, de mi vagyunk a legidősebb gazdák. De az emlékük megmarad. 60. Hogyne. Ez a lényeg, úgyhogy... Hát akkor itt kezdtétek el a pályát, ez hány évig tartott? Ez tulajdonképpen 10 évig, illetve részemről csak 9, mert egy évre kimentem Belecskára tanítani. Annak pedig az volt az oka, hogy bár 3 szakot végeztünk, de a tantárgy felosztás alapján számomra teljesen idegen szakokat is kellett volna tanítani. És hát abban az időben még
ugye 23 évesen mi még könnyen elindultunk táncsot kiszabadítani, ilyen forradalmi hangulatunk megvolt még, és ezért, mivel az ígéret nem így szólt, sértettségből fölültem a biciklire, és térképen megnéztem a legközelebbi falut, és hát Belecskán örömmel fogadott Füredi János igazgató úr, mint felső végzettséggel, és mindjárt kaptam osztályfőnökséget, úgyhogy egy évig kijártam Belecskára, de nagyon felejtetetlen volt, mi mindenkinek azt hiszem az első tanítványok, azok meghatározzák az életét. Ennyire, hogy is mondjam, lelkes, kedves, aranyos közösség azóta se volt életemben, mint a Belecskai. És akkor innen miért a következő évben? Azért, mert a következő évben már a tantárgyfelosztás olyan volt, tehát akkor már semmi gond nem volt, amit kértünk, azt teljesítette az igazgató úr, és akkor kaptunk ott szolgálati lakást, és nekiálltunk pályát építeni, edzősködni. Közben én a TF-re beiratkoztam, elvégeztem az atlétikából 2 éves edzőit, utána elvégeztem tornából a 2 éves, utána elvégeztem a labdarúgásból a 2 éves edzőit, amiatt már érdekelt a szakma egy kicsit mélységében, hogy hogyan, mi módon működik. És hát persze, mint minden fiatal kollégát, elkapott a helyi labdarúgó csapat, hogy szálljak be focizni. Úgyhogy beszálltam focizni, utána edzősködtem, és egy nagyon szép időszaka volt életünknek. Ennél a csapatnál? Pincei csapatnál, igen. Uh-huh. Megye 2-be fociztunk, hétről hétre jártuk a megyét, nagyon kellemes, aranyos társaság volt. És hát azon a tisztességért, hogy kb. Atlétáink nagyon jó szerepeltek, úgyhogy jó sajtunk volt, és hát az a tisztességért, hogy egyszer egy Karádi István nevezetű tanácselnök úr megjelent Jankó Ferenc pártitkárral, hogy szeretnének nekünk építeni egy szolgálati lakást. Hogy hozzák a tervrajzot, nézzük meg, melyik ház legyen ott, milyen alapterülettel. Mutatták a térképet, hova lehet építkezni pincelyen. Kijelöltük a helyét, kijelöltük, hogy melyiket választjuk, és építettek nekünk egy csodálatos szolgálati lakást. Na most ez volt 74-ben, átköltöztünk, beköltöztünk ebbe a szolgálati lakásba, és hát utána egy lakásszentelőt tartottunk, ami aztán alapvetően meghatározta a jövőmet, nagyon kellemes, aranyos társasággal, és ott a tanácselnök úr, akkor még elvtárs volt, ugye, kicsúszott a száján egy olyan mondat, amit aztán nagyon nehezen tudtam feldolgozni. Ez pedig arról szólt, hogy Szabikám, hogyha most már semmit nem csináltok pincehelyen, ti akkor is díszpolgárai lesztek a falunak. Na most, hát akkor 33 éves voltam. Na most ez élve temetni, szóval ez, utána tisztáztuk, hogy ő nem így gondolta, én meg úgy gondoltam, hogy ráérne még nyugdíj előtt valakinek ilyet mondani. Tehát úgy gondoltam, hogy a lehetőségek tárházát föléltük. Talán pincelyen több lehetőség, ilyen mondatában szakmai lehetőség nincs. És a lényege az, hogy 75-ben Schwarz Tibor igazgató úr megkeresett Bonyhádi gimnáziumból, hogy testemelőt keresnek, és szeretné, hogyha átmennénk. És akkor én 75-ben elköltöztem, a család pedig egy év múlva jött utána, hogy nem akartuk az iskolát testemelő nélkül hagyni, úgyhogy akkor a Schwab György igazgatóra úgy beszéltük meg, hogy a család ott marad, az Erzsi feleségem az még egy évig testemelő ott, és akkor meg tudják hirdetni az állást, és akkor így egy évig kölcsönösen segítjük egymást. Így kerültünk Bonyhádra. Aha. Tehát gyakorlatilag a 75-től Bonyhádi illetékességgel bírsz a mai napig? Igen, és hát érdekes, hogy 3 szakomból egy éven keresztül tanítottam biológiát és földrajzot, végig testnevelőként, és hát 47 évet testnevelőként éltem meg. Ez igen. De hát, ugye, megint csak egy kis hasonlóság, táborfalvára kerültünk mi ki, picit korábban, mint te, és én is láttam a gyerekekbe azt, hogy a gilisztán kívül más is mozog, és ezért a TF-en elvégeztem a
atlétika és a kézilabda játékvezetői versenybíróit. Igen. Hogy a gyerekekkel tudjak foglalkozni ebbe a Valföldi faluba. De, és hát pár évvel ezelőtt tényleg díszporgára lettem. A kérdésem az, hogy és téged akkor végül is Pincehely díszpolgára választottak később? Hát üreményesek voltak, mert ragaszkodtak, hívtak sok minden variációban. Mivel a szőlészkedés már hobbim volt akkor is, TS nagy tételben telepítette akkor a szőlőt, és hát a TS-ből Szent Imre főagronomus megkeresett, mikor már Bonyhádon voltam, hogy jöjjek haza, és legyek főagronomus a szőlészetnek. Pincét fognak építeni, meg olyan csoda dolog fogott történni, hogy rám bíznak minden, csak jöjjek haza. Na most ezt viszont már nem tartottam igazán fernek, hogy akkor most egy évre eljöttem, és akkor most akkor itt hagyjam cserbe, úgyhogy megköszöntem, nagyon kedves volt az ajánlat. Ragaszkodóak voltak, kedvesek voltak, tartjuk a barátságot továbbra is, de valójában nem mozdultunk. És Schwarz Tibor igazgató kellő bölcsességgel azt javalta, hogy amíg fiatal vagyok, addig csinálj meg a tanári kiegészítőt a TF-en. Ott azért a gyakorlati anyaguk egyéb vonatkozásban azért elég nagy fizikai igénybevétel volt. Úgyhogy én 75-ben mindjárt, hogy oda kerültem szeptemberbe, akkor már el is kezdtem a TF-et. Uh-huh. Úgyhogy már emiatt azt sem nagyon akartam én már nagyon változtatni ezen. Az 4 éves volt, ugye? 4 év, igen. Négy év kiegészítő. És ott melyik volt továbbra is az atlétika és meg a pedagógia természetesen, de mellette torna is? Na most a Bonyhádi gimnáziumban olyan szerencsés véletlenek, vagy talán nem is véletlenek voltak, hanem volt ebbe a gondviselésnek helye, szerepe, hogy hosszú időszakos testemelők voltak, és mind atlétikával foglalkozott. Egy Molnár Gyula nevezetű 32 évig lévő testemelőt, egy Boros Dezső bácsi folytatta 34 évig testemelő, és utána egy Szabó Miklós nevezetű fiú, aki aztán bekerült Szekszárdra, és az ő nyomdokaiban, nyilván én is atlétaként az atlétikát vittem tovább. Uh-huh. Ez azért volt nagyon fontos, mert a tárgyi feltételek ebbe az irányban folyamatosan gazdagodtak. És hát hála jó Istennek, hogy egy nagyon szép sportudvar törököltem, mindenféle feltétel megvolt. Egy 1893-ban épült tornaterem, régi típusú, ilyen 200 négyzetméter tornaterem is megvolt hozzá, és hála Istennek azért sikerült nekem is egy kicsit hozzátenni a pályaépítésnek, úgyhogy most 100 évre megérendel ezt a testemet. Ez igaz. Na de hát ugye közben azért jött egy rendszerváltás, és a te állami, vagy akkor akkor még állami gimnáziumból végül is egyik napról másikra, de elég gyors időszak alatt ugye az evangélikusság újra kezdte a hagyományát. Igen. És te ott maradtál. Igen. De gondolom az a tantestülettel együtt. Igen, igen. Ez azért érdekes, mert ez picit újszerű volt akkor az első időszakban, amikor az egyházaknak a teljes szabadságát visszanyerték, szabad iskolaválasztás ellen, stb. Minden intézmény visszaadási, illetve egyházi tulajdonrendezés is megtörtént, hogy a város ezt természetesnek vette, hogy a szabad iskolaválasztás elve nem zavarja az, hogy még egy gimnáziumra van szüksége, hanem ezt csinálja tovább az, aki valamikor ezt létrehozta. Te ezt hogy élted meg? Ezt a váltást, amikor egyik napról másikra, nem egyik napról, de hát végül is egy döntési mechanizmus után. Gyorsan ment nagyon. Hát valójában az történt, hogy a Bonyhádi gimnáziumban Schwarz Tibor korábbi igazgatóm elévülhetetlen érdemeket szerzett a gimnáziumnak éppen az a 40 éves időszakában azzal, hogy makacsul ragaszkodott a minőséghez. Makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy egy gimnáziumnak küldetése van a gimnáziumból, tovább tanulása készít föl, ott dolgozni kell kutyakeményen. És az egész hangulat a városon belül a Bonyhádi gimnázium felé egy ilyen
hogy is mondjam, ilyen tisztelet volt, ilyen tisztelet, távolságtartó tisztelet. Tudták, aki ott végez, az boldogul az élet minden területén. Na most, amikor az egyház iskola átvételi sorrendiséget kellett megállapítani, hogy 10 év folyamán hogyan alakul, akkor az történt, hogy az evangélikus egyház a tömb evangélikusság területén próbált először iskolákat átvenni, vagy igyekezett átvenni, és hát Bonyhádon szorvány evangélikusságban a kitelepítések miatt. Igen. És ezért mi, úgy emlékszem, 9. vagy 10. lettünk volna. És volt egy ominózus testületülés, amely arról szólt, hogy az önkormányzatnak újra kell osztani a normatívákat, mert a gimnáziumi évfolyamokon jól kondicionált volt, még a óvoda és alsó tagozatnál kevésbé, és hát a polgármester úr, Orosz Kisván polgármester úr javalta, hogy hát akkor a gimnázium költségvetését kéne egy kicsit kurtítani, és MDF színeiben Kréling Dániel esperes úr bent ült, és kicsúszott a száján egy olyan, hogy ha a gimnázium hozzányúlnak, akkor az egyház visszaveszi. Na most ez elég furcsa hangzott abban a szituációban, mert mondjuk nem helyben szokták az ilyet eldönteni. És hát az történt, hogy nyilván az ellenzék egyből rácuppant erre, és akkor mondták, hát akkor foglaljunk jegyzőkönyvbe, jöjjön az egyház. Kapott a Orosz István polgármester úr egy megbizatást Kréling Dániellel, hogy hát akkor nézzenek utána, hogy egyáltalán lehetséges-e ilyen. Ez volt 90? Ez 92-ben. 92-ben. De hát ugye már márciusi az költségvetés. Az első időszak volt. Bizony, bizony. És márciusi költségvetés. Tehát nagyon szaladtak ott a hetek, hónapok. Na a lényege az, hogy megkeresték Harmati püspök urat, és hát a püspök úr, hát hogy finoman fogalmazzak, elég furcsán nézett rájuk. Semmi logikát nem talált benne, de milyen alapon. Hát egyszer ilyen, most már 3 gimnáziumot átvettek, és hát maradjanak nyugton, hát van itt még sorrendiségben bőségesen tennivaló. De aztán megpróbálták az érveiket összegyűjteni, és a Harmati püspök úr mondta, hogy lejön tájékozódni. Na most megjelent a tantestületben egy távolságtartó, magas műveltségű úriember, és hát nem volt nagy siker a tantestületben, hogy őszinte legyek. Egy kicsit a papsággal kapcsolatos távolságtartást érzékeltük többen ott a tantestületen. Nem is nagyon értettük, hogy tulajdonképpen mind működik. Hát mondjuk ilyenekkel, hogy egyházban nincsen közalkalmazott, hanem csak munkavállalók vannak, és elsorolta jogilag, hogy hogy néz ki, mint néz ki, hát derültékből villámcsapásként néz. A lényeg az, hogy a tantestület megemelte a kezét, hogy ebből lehet, hogy nem kérünk. Na most az történt, hogy a testnevelés egyetemen a Frenk tanár úrral nagyon közvetlen kapcsolatom volt, és különböző okok miatt, és hát ő volt az evangélius egyháznak ugye felügyelője. Főgondoka, igen. Illetve főfelügyelője, igen. És akkor megkerestem a tanár urat, és elmondtam neki, hogy hogy jártunk a püspök úr látogatásával, és hát ő rendkívül ilyen kiegyensúlyozó személy volt, aki kompromisszumokat nagyon gyorsan meg tudta találni. Kértem, hogy jöjjön le. És akkor lejött a tantestületet, meghallgatta, és volt egy rendkívül fontos mondata, ez pedig arról szólt, hogy semmi más nem kell csinálni, mint amit eddig csináltak. Minőségi iskola. Egy egyház nem engedheti meg magának, hogy középszerű iskolája legyenek. Ez azt kéri, hogy ha az egyház átveszi, akkor nyugodtan maradjanak itt, bármilyen felekezethez tartoznak, vagy ateisták. Ennek a korosztály nagyon fontos, hogy sokféle hatás érje őket. Egyetlen egy dolgot kér, hogy lojálisak legyenek a fenntartóval kapcsolatosan. Na, láttuk, a pupillák egyre tágulnak, na ez már befogadóbb volt, tehát ez már azért kezelhetőbb volt. És akkor, hát fórum. Tessenek kérdéseket föltenni, mellettem ült a tanár úr, örömmel láttam, hogy jegyzete, végén ilyen összehúzta, ez pedig hát többségében az anyagiak. Ugye egy alulfizetett értelmiségi körben nem elhanyagolható, hogyha váltunk, hát rosszabbul ne járjunk. Na és akkor tüneményes válasza volt, mert összekapcsolta, azt mondja, itt valami 34 anyagiakkal kapcsolatos kérdés volt, erre nagyon egyszerű a válaszom,
A pénz természet olyan, hogy az sosem elég. Higgyék el, ezután sem lesz elég. És ezzel rövidre zárta. Egy kis szünetet tartunk, és utána folytatjuk, de igen, ez egy izgalmas időszak volt, én is emlékszem, sőt, én is jártam aztán Bonyhádon. Úgyhogy erről majd akkor egy kis szünet után folytatjuk a elmélkedést, emlékezést. Jó szépen. Kedves nézőink, folytatjuk rá, és rádióhallgatók, folytatjuk Onódi Szabolcs igazgatóúrral a beszélgetést. Hát odáig jutottunk, hogy 92-ben egy nagyon jó, normális, emberi döntés született, amiben Frank Robert, Isten nyugosztalja, ma már sajnos nincs köztünk, de ő nagyon sokat tett az evangélikus intézmények, oktatás, elsősorban oktatási intézmények újraélesztésébe. És végül is Bonyhád egy speciális. De máshol is használták ezt, hogy átveszem tokkal, vonóval, igazgatóval, igen, mindennel együtt, és a költségvetést vagy az önkormányzat úgy, ahogy volt, hátadta, ami később ugye a nevezett szektorsemleges finanszírozásból adódóan az állami költségvetésen keresztül kapta meg az, igen, egyház. Úgyhogy gyakorlatilag azt jelentette, hogy mindenkinek az egzisztenciája biztosítva volt. Hányan voltak, akik úgy gondolták, hogy na, én ilyenben nem akarok részt venni, és ott hagyom. Volt ilyen? Nem. Hát nem mindegy, hogy hogy indul valami. Sem diák, sem szülő, sem pedagógus. Ő nem félt ettől az átvételtől, tehát megtalálta mindenki a számítását. Ez azért érdekes, mert 89-ben Sárospatakon a régi öreg diákok, tehát a kollégium, a református nagyhírű kollégium régi diákjai kezdeményezték Lasz Ferenc miniszter úrnál az, hogy kérik vissza, és hogy hát a tanácselnök kell nekem, milyen a kapcsolatom, és akkor eldőlt az, hogy jó, kapnak egy gimnázium fejlesztést, mondva, hogy ez az egyetlen egy volt. És így aztán felépítették egy új korszerű gimnázium, igen, Makovesz tervei alapján. De itt ez fel sem merült. Igen. Mert végül is egy érték megy tovább, és nem az érdekes, hogy kinek a fenntartása, hanem maradjon az érték. Azért nem mindenki tudott akkor így gondolkodni. Igen. És ehhez kellett egy lökés, ez volt a Robi, meg ti, akik azt mondtátok, hogy igen, akkor itt a helyünk. Ennek a gimnáziumnak azért mégiscsak a történetiségére vissza kellene térnünk, hogy ugye több mint 200 éves gimnáziumról van szó, de nem itt indult ez. Igen. Ennek mi az alapja? Honnan indult ez a, igen, gimnázium? Sárszentlőrinc. A nevében benne van, hogy itt elég sáros falu lehetett abban az időben. Ez azért nagyon lényeges, mert ugye az 1700-as évek közepén vége felé történő betelepítéseknél német ajkú evangélikusok kerültek be Tolna megyébe jelentős számmal, és az alapvetésük az volt, hogy előbb iskolát építettek, aztán templomot, ami hihetetlen ragaszkodással tették, és Kölesden az esperesség összejött a 1700-as évek vége felé, hogy alapítsanak egy gimnáziumot. Az alapelv az volt, hogy magyar nyelven meg kéne tanulni a sváb gyerekeknek ahhoz, hogy papjaik legyenek, meg tanítóik legyenek. És akkor kinézték maguknak ezt a Sárszentlőrincet, ahol egy kis falu elzárt a környezettől, magyarság lakik, magyarság tölti meg az egész falut, és ugye akkor externátusban volt, nem volt kollégium lehetőség. Magyar családokban biztos megtanulnak a gyerekek magyarul, amire lefognak. Elvizik az iskolát. És rendkívül magas szintű képzett tanítókat szedtek össze, többségében Sopronból, a Líceumból jöttek. És annyira vonzó lett a közvetlen környezetben, hogy az Alföldről még Petrovics volt még ugye, kis Sanyikát is odavitték erre a Sárszentlőrinc iskolába, ami a későbbiek folyamán alapvetően meghatározta a jövőjét ennek az iskolának.
annyira fölfutott, hogy végül már túlnőtte a település méretét. Úgyhogy ez 1806-ban indult az első tanév, és 1870-es években egyszerűen már nem bírta el a falu. Nem tudták már hova tenni a gyerekeket, mind az épület mérete, mind pedig hát a lakosság eltartó ereje olyan volt. És akkor úgy határoztak, hogy áthozzák Bonyhádra. Tulajdonképpen a német ajkú a központja volt Dunántúli. Hát igen. Központja. És akkor oda került, és egy nagyon szép időszaka volt, az évkönyveket olvasva látjuk, hogy valami hihetetlen nagy elánnal és szorgalommal fogtak hozzá, hogy hogy kéne fejleszteni ezt az iskolát. Úgyhogy a 100 éves évfordulóra célul tűzték, hogy főgimnáziumként kéne továbbvinni. Tehát itt végül is az evangélikusok építették föl. Így van. Azt, hogy... Na most, amikor 1870-es években átkerült Bonyhádra, akkor a zsidó hitközségtől vásároltak egy 4 tantermes iskolát. Aha. És ennek az iskolának az udvarában mindjárt 1893-ban meg is építették az első tornatermet. Torna megye első tornaterme volt. Na most a Perczel család fölkínálta, hogy legyen lehetőség a későbbiek folyamán, hogy friss levegőn legyenek, pályákat lehessen építeni. Fölkínált egy elég nagy területet, 1,7 hektáros szántóterületet közvetlen az iskola mögött, amely betelepítették arborétummá, és egy gyönyörű fás, gyönyörű terület alakult ki, és a későbbiek folyamán ez alapvetően meghatározta a bővítési lehetőségeket. És akkor így adódott, hogy amikor a 100 éves évfordulóra készültek, elhatározták, hogy egy gyönyörű épületet, egy főgimnáziumot építsenek, és már telek adott volt, és akkor ebben a kertben, ebben az udvar részben megépítették ezt a gyönyörű szecessziós épületet, amely hát azóta is. És 12 tantermesre, bőséges tág lehetőségre építették, tehát jövőt építettek már kellő bölcsességgel. Úgyhogy... Szóval tulajdonképpen itt gyökereztél meg. Igen. Mert számodra végül is ez megmaradt igazán otthonodnak. És itt akkor te továbbra is. És mikor lettél igazgató? Na most én testnevelőként éltem a pályán az életemet. Folyamatosan. Kezdetben egyedül voltam testnevelő. Aztán a feleségem, mikor megjött, akkor kettem. Ő ugyan biológiát is tanított. De hát akkor még 12 tanulócsoport volt összesen, és heti 2, majd 3 testnevelés óra volt. Na, a későbbiek folyamán, amikor a testnevelés órák száma nőtt, és a tanulócsoportok száma is nőtt, akkor kicsit gazdagodtunk, és mindig a korábbi tanítványainkból hoztuk a testnevelőket. Nagyon fontos volt, hogy egyformán gondolkodjunk, hogy atléták legyenek, atlétaedzők, és akkor tovább tudtuk vinni ezt az egész kultúráját, sportkultúrát. És az történt, hogy 99-ben lejárta a korábbi igazgatóasszonynak, a Sánta Lászlónénak a mandátuma, és a tantestület nem volt túlságosan elégedett a teljesítményünkkel, a tantestület teljesítményével. Ennek a biztos jele az volt, hogy látványosan csökkent a gimnázium vonzása. Tehát 3 osztályt hirdettünk, de csak 2 osztályt tudtunk megtölteni, de úgy, hogy nem is felvételiztettünk 1 osztályt, csak a speciális osztályba kerülőket felvételiztettük. Na most mi, akik elég sokat beszélgetünk meg, azért sokat tettünk mi azért, hogy ez a gimnázium jól működjön, nagyon nehezen viseltük ezt. Na most akkor tantestület részéről kapacitáltuk ott egymást, hogy meg kéne pályázni valakinek. Hát mint csacsira a fül rám maradt, megpályáztam, és 99-ben kineveztek igazgatónak, akkor 6 évre. És akkor elindult egy olyan nagy változás a Bonyhádi gimnáziumban, amelyre azt gondolom, hogy hosszú távon is büszkék lehetünk. De akkor már ugye a evangélikus gimnázium igazgatója, és akkor ezt csináltad, meddig csináltad az igazgatóság? Egész nyugdíjas. Igen. Hát én 70 éves koromban mentem nyugdíjba. Hát ez tegnap volt. Igen. Jó, hát mondjuk 3 évvel ezelőtt. Igen.
Na valójában az történt, hogy nem éreztük, bár az egyház, mint fenntartó, abszolút bizalommal volt, mint minden iskolája iránt, mi irántunk is, de nem éreztük mi azt a tantestületen belül, hogy ez valami nagy áttörést jelentett volna a saját gondolkodásunkban. Ennek elsőben az volt az oka, hogy beszélgettünk kollégákkal, hogy az egyház ezer gondja baja volt a 90-es években, mintsem, hogy az iskoláit felügyelje, szakmailag ellenőrizze is egyéb vonatkozásban. Tehát nagy szabadságot kaptak ezek az iskolák, és ezt a nagy szabadságot nagyon sokan másképp értelmeztük. Na most, nagyon egyszerű biológiai törvényszerűség az ugye, hogy ha valaki, bármelyik biológiai lény, ha a biztonsági érzete megvan, akkor a minimális energia szintre beáll. Na most a biztonságunk megvolt, mert az egyház biztosította a feltételeket, mi egyre laposabbakat pislogtunk, és majdnem el is aludtunk. És közben csökkent a gyerek létszám. Na most hát párunkat ez nagyon bántott, a lényeg az, hogy hát összefogtunk, hogy akkor csináljunk valamit. És hihetetlen nagy lendülettel fogtunk neki. Tehát szinte minden nap voltak ötletei a kollégáknak, hogy mit kéne másképp csinálni, hogyan csináljuk, mint csináljuk. És hát aztán kollégiumot is fejlesztettetek. Igen. Na most az egyház, amikor átvette ismét a iskolát, akkor 93-ban már nekiállt a korábbi kollégiumnak a másik szárnya megépítésére, ami 36-ban elmaradt, és azt 94-ben már át is adták. Ez egy szuper modern, 90 férőjes kollégium volt a legmodernebb feltételekkel. A főépületben héjazatcsere meg volt, külső vakulatcsere meg volt, a fűtést korszerűsítette, tehát nagyon sokat tett az egyház azért, hogy külső megjelenésben is, meg beltartalmi vonatkozásban is azért másabb legyenek a feltételek. Aztán kiderült, hogy a későbbiek folyamán ez alapvetően meghatározta a lehetőségeinket, amikor 2000-ben az Arany János Tehetséggondon programra pályáztunk, és elnyertük a pályázatot, és annak feltétele volt, hogy ott minden gyereknek kollégistának kell lenni. Igen. És nekünk adott volt a feltétel, hogy megvan a kollégium. Meg aztán ott épült egy nagyon szép tornacsarnok is, meg futópálya, stb. Szóval egy korszerű testnevelésre alkalmas fejlesztés is. Na ennek most, már te voltál a igen. Fő mozgatója. Na most, nagyon egyszer logikája volt ennek. Ugye a 2000-es évek elejét éljük, ahol normatív finanszírozás volt. Ahol a gyerek hozta be az erőt a gimnáziumba. Na most ezért tantestülettel úgy döntöttünk, hogy olyan vonzó iskolát kéne teremteni, ami alapján meg tudjuk tölteni az osztályokat magas osztálylétszámmal, és utána az érettségvel felkészítéshez viszont csoportbontásokkal dolgozunk. Na most így nagyon komoly erőfeszítések útján számos kezdeményezésnek az lett az ára, hogy egy harmaddal meg tudtuk növelni 10 év alatt a tanuló létszámot. 416 gyerekkel kezdtük 99-be, és rá 10 évre már 600 fölötti tanuló létszám volt. Na most eközben a tárgyi feltételeink adottak voltak, tehát korábban is úgy mondhatom, a rezsi az adott volt. A létszámbővítés többségében szakmai és a kiszolgáló személyzettel gazdagodott. Igen. Na most ezért önkormányzat támogatását élveztük végig, visszakaptuk a korábbi iskolát, a Bajcsy-Zsilinszky úti épületet. Igen. Azt átalakítottuk, tantermeket alakítottunk ki. Akkor a kollégiumban lévő szolgálati lakásoktól kezdve mindenféle lehetőséget kihasználtunk arra, hogy bővítsük a kollégiumot. Így aztán a 99-ben, úgy emlékszem, 89 kollégistánkkal szembe 300 férőhelyes kollégiumot alakítottunk. Ez volt az igazi. Na most ez akkora erőt hozott a rendszerbe, amely azt sugallta, hogy nem volna szabad fölélni. Építsünk jövőt. Amennyi lehetőségeink vannak, azt investáljuk be. Így aztán hát kezdtük a főépülettel, hogy a vízelvezetés, akkor a díszudvart megcsináltuk egy gyönyörű szökőkúttal,
utána az atlétikai pályát rekordtáborítással megoldottuk. Akkor a gyerekeknek a kézlabdapályát poliuretán borítással, kivilágított lehetőséggel. Akkor rájöttünk arra, hogy ezek a gyerekek közt számos olyan magának való tanulós típusú gyerek van. Itt viszont harsány élet volt, mert minden másik gyerekünk ugye kollégi, 300 kollégista, hát fél tizik kint van. Hát valami pihenőhelyet kellene nekik csinálni. És akkor szomszéd kerteket megvásároltunk, és egy gyönyörű japán kertet építettünk oda, szökőkúttal, tóval, tehát pikpakra, kiülőkkel, és így megvolt ez a harmónia is, hogy a tovább tanítanak a gyerekek. Na akkor összefogtunk az önkormányzattal, hogy építsünk közösen egy csarnokot, egy sportcsarnokot. Na most a kollégium mögötti telkeket már az önkormányzat korábban fölvásárolta a tulajdonosoktól, ezzel a célzattal, hogy építsünk egy nagy sportcsarnokot, de nem jött össze a pénz. Sehogy nem jött össze, egy 600 milliós beruházás lett volna, nem jött össze a pénz. És akkor az önkormányzat képviselősködtem, én kértem a képviselőtestületet, hogy talán jobb lenne, ha az egyház pályázna. Hát, ha jobb lehetőségek vannak. Ezért grátis átadták a területet, az önkormányzat fölkínálta, hogy akkor rám legyen, ott építsünk egy sportcsarnokot, és hát fölvállaltuk, hogy összegerebjézünk 600 milliót. Hát jöttek, mentek itt államtitkárok, jöttek, mentek itt miniszterek, mindenki veregette átunkat, hogy ez a legjobb konstelláció, ahol az egyház és az önkormányzat, de pénz egy szár se. Már-már reménytelenek tűnt a helyzet, amikor egyszer láttuk, hogy a Salamander cég tönkrement, és a székházastól, csarnokostól mindenesküvő árulják. Na hát mindjárt rárepültünk, és így sikerült megvenni egy 2000 négyzetméteres, egy légterű nagy csarnokot, aminek 5 méter a belvilága, más lehetőség nem volt, labdajátékra alkalmatlan, rekordtáborral borítottuk, és így Magyarország második legnagyobb atlétikai csarnokát megépítettük. Ez aztán a későbbiek folyamán tág lehetőséget kínált arra, hogy nem csak a saját gyerekeink testnevelésére, délutáni sportolására, hanem a Dél-Dunán túl atlétikájának téli felkészülésében segíteni tudtunk. Hát igen. És aztán ez már elindított egy olyan kapcsolatot a Magyar Atlétikai Szövetségen keresztül, hogy az ő segítségükkel meg tudtunk építeni most egy 1600 négyzetméteres ugrópályát rekordtáborítással, ahol párosával van 2 rútugróhely, 2 távolugró, 2 hármasugróhely és 2 magasugróhely. Úgyhogy tulajdonképpen most úgy néz ki, hogy egy darabig megvan. Ez életmű azért, akárhogy is veszük, mert azért, ha ezt te nem testnevelő vagy, hanem mondjuk egy irodalmár, lehet, hogy nem ez vonz téged, hogy már pedig a gyerekek mozgás kultúrájában az atlétika az egyik legjobban minden részét megmozgató sportág. De te, ha jól emlékszem, még az olimpiai bizottság tagja is lettél, mert azért valahol a te neved már azért eljutott olyan helyekre is, ahol azt mondják, hogy ez az ember valahol ott is kellene, ahol esetleg tanácsokat, javaslatokat ad a jövőt illetően. Hát a 90-es évek közepétől a Tolnamegyei delegáltjaként néhány megszakítással bent voltam az olimpiai, vagy bent vagyok az olimpiai bizottságban. Ez rendkívül sok lehetőséget kínált arra, hogy előtte én a Tolnamegyei Pedagógiai Intézetnél szakértőként, majd szaktanácsadóként tevékenykedtem, élő kapcsolatom volt minden iskolával. És azzal, hogy az olimpiai bizottságban dolgozhattam, számos olyan sport emberrel tudtunk kontaktust teremteni, amivel bővítettük egy kicsit az egész megye sport életét. Hát csak ilyet mondjak, hogy az Olimpia Akadémiának vándorgyűléseit megszerveztük. Kétszer is lent voltak Szekszárdon, illetve Bonyhádon. Aztán minden évben 3-4 olimpiai bajnokot hoztunk le, aki élménybeszámolóval, sport hangulattal. Aztán olimpia ciklusban rendeztünk olimpia történeti bemutatót Szekszárd belvárosában, ahol az ókori olimpiák történésétől egészen újkor olimpiákig jöttek olimpiában. Tehát nagyon jól tudtuk mi ezt mozgósítani. És nem beszélve arról, hogy
ezeken a sportkapcsolatokon keresztül hát olyan személyekhez is eljutottunk, ami enélkül talán nem ment volna. Tehát ezért nagyon bátran tudtunk mi pályát építeni, bátran tudtunk mi lépni, mert tudtuk, hogy támogató nélkül nem maradunk. Igen, hát a kapcsolatrendszer sokat segít, pláne ugye Budapestről távol eső településnek az életében jelentős a kapcsolatoknak a szerepe. És hát ahogy mondtad a legelején, hogy ugye az evangélikusság szorványba, ugye igen, ott a környéken, Baranyában nincsen, egyedül Sopronban van még evangélikus gimnázium, igen, és tulajdonképpen azt lehet mondani, jó, hát Pápán van a szem általános iskolája. Igen, igen. Ami ez azért érdekes, mert az evangélikus egyháznak 4 Petőfi Sándor közoktatási intézménye működik az országban. Igen. Tehát végül is itt a Petrovics család megkezdte Sárszentlőrincen, de azért Sándor járkált azért máshol is, és mindenhol azért a, igen, nevét tisztelettel viszi. Megőrzik, én többször jártam Bonyhádon természetesen, amiről beszélt ezeket az eseményeket is, nagy részén jelen voltam, de volt egy, amire nem felejtek el soha, az intézmény 200 éves évfordulójára, ha jól emlékszem, 2006-ban. Igen. Volt egy gyönyörű, szép, nagy ünnepség, és hát meglepett engem is az a tantestületi döntést hozó oklevélnek a szövege, amire minden pedagógus büszke lehet. Mondjál már erről egy pár, mert végül is te készítetted ezeket elő. Mi akkor Szemerei Zolival, Frank Roberttel és még nem tudom kikkel. Faronyi Püspökkorral. Igen, ja, igen, voltunk ott, és megkaptuk ezt, ezt nagy becsbe tartom. Azért ez nem semmi azért egy ilyen dicséretet kapni egy pedagógus kollektívától, egy pedagógus, aki, úgy is mondtad, elvetélt pedagógus, aki a közigazgatásba találja helyét, de azért nem felejti el az iskolaszagot, és, igen, kap vissza onnan valamit. Igen. Erről egy pár gondolatot, hogy ez a 200 év, ez hogy jött szóba? Hát ahhoz, hogy egyáltalán rá tudjunk hangolódni, hogy milyen óriás szerencsénk van, hogy megérhetjük azt, hogy pont egy kerek évfordulón alkotó részesei vagyunk egy gimnáziumnak, ehhez lélekben úgy készültünk föl, hogy az összes elérhető korábbi irodalmat átolvastunk. Na most én magam is hónapokon keresztül készülődtem erre, hogy a gondolat rá tudjak hangolódni, és egyszerűen egyre hátborzongatóbb, hogy is mondjam, történéseket olvastam ezekben a régi igazgatói följegyzésekben. Micsoda nagy formátumú igazgatók voltak, hogy mennyire érezték, hogy egyszerűen miről szól a történet. És ez úgy magában ragadott. Na most sikerült a tantestülettel is elfogadtatni ezeket a régi evangélikus üzeneteket. Most mondja a kapas egy ilyet, hogy fejlésznek találtunk egy olyan idézetet az egyik jegyzőkönyvben, hogy egy igazgatói beszédben úgy azt szól a tantestület felé, hogy az iskola megszentelt tűzhelye az örökkévaló eszméknek és ideális eszményeknek. Most a tantestületet elfogadtattuk, hogy legyen ez a jelszó, legyen ez a szlógen, ez minden gimnáziumi hivatalos levélnél szerepeljen. Ez egy rendkívül fontos. Aztán a két világháború közötti időszakban olvasom az egyik igazgatói beszédben, hogy az evangélikusság a teljességre kell törekedjen egy oktatási rendszerben, ahol a szellem pallírozása, a test acélosítása és a lélek nemesítése azonos értékű. És ezt egyidejűleg meg kell csinálni a fogékony fiatalsággal. Ezt célul tűztük megint. Úgyhogy a beiskolázási program mindenütt ezt hangoztattuk, és deklaráltuk, és írtuk. Na most, amikor nekiálltunk ott a pályaépítésekre, nagy beruházásokkal kapcsolatosan, erőt adott, hogy elolvastuk, hogy az 1806-os évben, amikor megépült az épület, hogy tételesen fölírták, ki mivel járult hozzá. Volt, aki a tégla szállításával, volt, aki egyszerűen egy borjút nevelt föl, hogy a kőműveseket etetni tudják. Hát van hihetetlen, hogy micsoda erőt képviselt. Célul tűztük. Hát nem igaz, hogy az a korosztály ilyen gyönyörű épületet meg tud csinálni.
nem volt könnyű gazdasági élet akkor sem. Ugye 1800-as hát, évek, igen. Vége 1900-as évek. Mi csak arra vagyunk jók, hogy a kúpcserepet meggazítsuk. Hát tegyünk mi is hozzá valamit. És akkor megkerestünk közel 1000 tanítványt. Fölkértük, hogy ugyanez a szöveggel, hogy abban az időben ezt megcsinálták, fogjunk össze, oldjuk meg. Volt olyan öreg diák, aki 1 000 000 forintot felajánlott egyből. A diákok mentek a falvakba, és mindenütt vitték a szórólapot, hogy gyűjtsük a terőt, építsünk hozzá. És akkor eljutottunk odáig, hogy lesz egy paradigmaváltás, hogy másképp kéne kezelni ezt a diákságot is. Na, egy érdekességet hagyd mondjak ezzel kapcsolatosan, hogy erre a jubileumra készültünk, amikor bezártak a gyárak Bonyhádon. A cipőgyár bezárt, a Zománc gyár bezárt, vagy beszűkült. 3600 dolgozót 2 hét alatt lapátra tettek. Na most úgy kezdeni egy tanévet, hogy a gyerekek anyagi biztonságban fejezték be, és nyáron megtudták, hogy az egyik szülő munkanélkül lesz. Na, akkor olvastam az első világháborúra készülő igazgatói beszédet, és az arról szólt, hogy azok a szülők, akik most kimennek a háborúba, nem biztos, hogy visszajönnek. Ezért dobjunk össze mindenféle anyagiakat, hogy ne érezzék meg ezek a gyerekek. Én ezt felolvastam a gyerekeknek, és elmondtam, most ugyanez van a munkanélküliséggel. Legyünk mi szolidárisak. Az emelje fel a karját, aki azt mondja, hogy egy gombóc fagylaltot szívesen bedob a közösbe minden hónapba, 600 gyerek megemelte a kezét. Úgyhogy ez 600 000 forintot osztottunk szét szociális megfontolásból abban az évben. Szabolcskám, nagyon szépen köszönöm, aranyos vagy, és ezúton is szeretném megköszönni tantestületednek, neked is, hogy akkor ránk is gondolkodtál. És hát ez egy örök emlék maradt, de úgy látom, hogy benned ez tovább is él, és ahogy említettem, hogy igaz, hogy 72 lettél, na de ezt folytatod is tovább. Hát ehhez sok erőt, egészséget kívánok neked is, családodnak is, úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy együtt lehettünk, és együtt emlékeztünk azokra a szép időszakokra, aminek remélem, hogy van jövője is. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm én is. Kedves vagy.